mert akár R-épület, E-épület, akár a nagy egyetemi aula ugyanígy viselkedett, ugyanilyen akusztikája volt, és valamiféleképpen mégiscsak a régi-régi idők jutnak eszembe. 60-as évek legeleje, amikor még valahogy kicsit máshogy láttuk a világot, és lám a helyzet újra teremtődik, megköszönve nagyon sok kollégának, aki nagyon sok energiát nem kímélve ápolja azt a kezdeményezést, amit sokan tettünk együtt, hogy mi műszakiak tartsunk össze, és ha már ilyen sokan vagyunk, és miután úgy gondoljuk, pontosabban én úgy gondolom, hogy az ország irányítását egy kicsit a kezünkbe kéne adni, mármint a műszaki részét legalább, valamiféleképpen ápoljuk azt, hogy tartsunk össze. Hát most egy kicsit zanzásított összetartás zajlik, körben nézek, ugye, ilyenkor mindig gondoltam arra, hogy hát egy 5-10 ezer ember össze fog jönni, és lehet a nagy banzáj csapni. Hát most ott tartunk, hogy talán leszünk, mit tudom, 500-an, de ez is egy dicséretes. Én arra gondoltam, hogy megszokja a fületek a nagy zajt, először egy számot eljátszunk, és aztán utána indulnának meg az ünnepi pillanatok. És az a szám, amivel kezdünk, idézze azt a kort, amikor ez a muzsika kialakult, azt a kort, amikor Louis Armstrong még fiatal gyerek volt, és amikor King Olivernek nevezett zenekarvezetője még meg tudta azt tenni, hogy Armstrong hozott egy számot, ő írta, de King Oliver bejelentett és fölnyalta a lóvét helyette. Hát én nem tudom, hogy ma hogy zajlik ez általában, én biztos a többiek szerzeményeit nem szoktam magaménak nevezni, de hát azt hiszem nem idegen dolgokról beszélgetünk. Tehát következik a Dipper Mouse Blues, Louis Armstrongnak a szerzeménye, amelyik először furcsa lesz nektek, a fületeknek, de miután akusztikailag az ember ki van találva jó pár ezer éve, körülbelül egy olyan 2 perc alatt a fületek lezár, és onnan kezdve mindent szépen fogtok hallani. Úgyhogy Dipper Mouse Blues. Oké. Okay. Thank you.
play the sing. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kedves vendégeink! A Magyar Műszaki Értelmiség napja immár 6. alkalommal kér helyet a tudományos rendezvények sorában. A főszervező Óbudai Egyetem rektoraként és a szervezőbizottság elnökeként nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm Önöket műszaki életünk ezen egyik legnagyobb szabású eseményének nyitó rendezvényén. A műszaki értelmiség szerepe a világ alakításában kulcsfontosságú. Túlzás nélkül mondhatjuk, az volt mindig is. A bennünket körülvevő világ megőrzésében és formálásában teremtő tehetséggel megáldott, és ezt a tehetséget kiaknázó mérnökök kezenyomát viseli az emberiség anyagi környezete évezredek óta. A hasznosság és a szépség titkának ismerete a műszakiakat mindig is az emberiség történetét befolyásoló közé emelte. E tudomány művelői, kiismerve a természettudományok törvényeit és alkalmazkodva hozzájuk, lehetőséget kaptak, hogy együttműködve más disziplinák képviselőivel választ kínálhassanak az emberiség nagy kérdéseire. Éppen ezért soha nem volt még szükség ennyire, mint napjainkban a műszaki értelmiség helytállására és szaktudására. Soha nem volt szükség ennyi műszaki végzettségű, kiváló szakemberre. Amikor a magyar felsőoktatásban a természettudományos és a műszaki képzések fejlesztéséről és kiterjesztéséről szólunk, olyan fiatal tehetségek számára kívánunk lehetőséget teremteni, akik majd a mindannyiunk közös javát szolgálva fogják hivatásukat beteljesíteni. A természettudományos és műszaki tárgyak oktatása és az alkalmazói ismeretek átadása a magyar felsőoktatás hagyományos erőssége, most pedig egyik kitörési pontja. A műszaki értelmiség ünnepség sorozat részeként az ünnepség mellett az innováció a tudományosság jegyében is találkozunk. Így van ez jól. Előadásokban és beszélgetésekben véleményt és csak tapasztalatot cserélhetünk, információhoz juthatunk, előrébb léphetünk. Cselekedve, építve, alkotva a jövőt. Méltón a műszaki értelmiség hivatásához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Van emellett az ünnepség sorozatnak egy szintén hagyományos, különleges eseménye, mondhatnám márka védjegye, ez pedig a Benkó Dixieland Band hangversenye. Büszkék vagyunk, hogy ez évben az Óbudai Egyetem adhat helyet a koncertnek, amely az előző évekkel ellentétben egyben a Magyar Műszaki Értelmiség napja nyitó rendezvénye is. Tisztelegni kívánunk ezzel is az idén 55 éves méltán világhírű zenekar előtt. Gratulálunk ehhez az önmagában is egyedülálló születésnaphoz. Tisztelegni kívánunk továbbá a zenekar alapító és vezetője Benkó Sándor előtt, aki kezdeményezője, majd a lebonyolítások során motorja volt a Magyar Műszaki Értelmiség napja eseménysorozatnak. Kedves Sándor! Köszönjük a kezdeményezést, köszönjük az évek óta tartó lelkesedést, köszönjük a rendezvény márkavédjegyét, és nem utolsó sorban, hogy a rendezvény kiemelt támogatójaként a nyitókoncertet egyetemünk falai között mindez érdeklődő számára ingyenesen tettétek lehetővé. Köszönöm szépen a nevükben is. Kedves vendégeink, van egy másik nagy jelentőséggel bíró aktualitása is a mai napnak. Az országgyűlés 2010. május 31-én
a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló törvény kimondja: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi azonosságának meghatározó eleme. Külön öröm számunkra, hogy egy jeles napon körünkben köszönhetjük kárpát-medencei barátainkat, kollégáinkat. Hölgyeim és uraim, ezen gondolatok jegyében a Magyar Műszaki Értelmiség napja 2012. évi rendezvény sorozatát megnyitom. Kívánok a mai délutánhoz mindenkinek esőmentes, nagyon kellemes szórakozást. Köszönöm a figyelmet. Ünnepi pillanatok után menjünk hangulatosan tovább. Kint a sörsátor szépen üzemel, süt a nap, úgyhogy a jégeső elmarad, nagyon reméljük. És hát csak egy mondatot, nagyon sokan segítettek ebbe a munkába, és látom orrom előtt Hegyáti Jóskát, aki régi-régi sorstárs. Azt kell mondanom, gyerekkorunkban együtt vészeltünk át sok mindent, és a legelső lépésekben nagyon-nagyon sokat segített, azt ilyen, hogy mondják ezt, csöndben elvonult a nyilvánosság elől, de remélem, hogy itt ücsörögsz, és hát fogod élvezni a muzsikát is. A When You're Smiling a következő szám, amivel folytatjuk a műsorunkat, amelyik hát egy nagyon érdekes nóta, egy feketék bölcsességét tükrözi, amikor azt mondják, hogy ha az ember mosolyog, azért minden szebb. Ők elsősorban a nőkre gondoltak persze, tehát hogyha elviszitek a párotokat valahova szórakozni, és a hölgy nagyon jól érzi magát, ugye megfelelő frizurával, smukkokkal, jó cipővel, jó ruhával, egyebek, és mosolyog, akkor hazamentek, valamit fogtok érte kapni. Hát ez volt a szűkített értelmezés ennek a When You're Smiling-nak, de hát mindenre igaz lehet. Ha az ember tud mosolyogni, én nem azt mondom, hogy mindig sikerül, de ha tud, akkor azért mégiscsak szebb az élet. Ugye következzék, When You're Smiling! Stop your sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you and trumpet man.
Sighing, be happy again, keep on smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, oh yes, the whole world smiles with you. Érdekes műfaj ez a miénk. Talán a világ egyetlen olyan művészeti ága, amiről meg lehet pontosan mondani, hogy hol született. New Orleans városában, annak is egy kerületében, ma Storyville-nek hívjuk, és annak egy utcájában, a Perdidón. Én nem hiszem, hogy van erre még példa, és lassan-lassan egy 10-15 év alatt alakult ki az, hogy melyik irányba fog ez a művészet menni. Mert eleinte csak azt tudták a feketék, hogy kapnak hangszereket, fújkodnak rajta, ha börtönbe zárják, zenélni kell, ha nevelőintézetben van, zenélni kell. Ez volt a fő eszköz, semmi másra nem lehetett a feketéket megfogni, csak hogy zenélgetni lehetett. Ezt nagyon szerették, marsigoltak kint az utcán, ilyen nagyon... még azt mondom, hogy ilyen négeres, bohóc ruhákat kaptak, tehát vörös, mindenféle színekben pompáztak, szóval nagyon élvezték a dolgot. És hát Louis Armstrong is egy enyhe pisztolyjal való lövöldözés után bekerült nevelőintézetbe, ott kapott először hangszert, és kiderült, hogy egy végtelen tehetséges gyerekről van szó, aki pillanatok a 16 éves korában már New Orleans sztárja volt, 18 évesen Chicagónak volt a sztárja, és 26 évesen az egész világ már ismerte a nevét. A másik, amit érdemes tudni, hogy a világ legdemokratikusabb dolga. Tehát a Dixieland muzsika egyrészt mindenkinek engedi, hogy a saját lelkét belevigye. Improvizálunk, rögtönzünk, tehát mindenki azt csinál, amit érez. Nem kell hazudni, nem kell sumákolni, itt azt játsz, amit akar, vagy kirúgják, vagy nem, ez igaz, mert ha túl rosszul gondolkozik, akkor nincs ott helye, de mindenféleképpen ilyen értelemben egy szabad műfaj. Sőt, abban is teljesen szabad, hogyha valaki dolgozni akar, vég nélkül lehet. Tehát a zenekar nyilván egy komplet, ugye énekestől, mindenestől csinál számokat, de aztán jön az, hogy én szeretnék egy szólót, ő szeretne egy szólót, én szeretnék csak a bőgővel egyet. Gyerekek, miért ne? Csináljátok. Tehát mindenki olyan formában is dolgozhat, hogy akar, és a zenekarvezetőnek egy dolga van, örülni annak, ha a zenészeinek nagy sikere van. És valójában ezen múlik az egész. Ha ismertek olyan zenekart, ahol a főnök szokott virítani állandóan, hol ezt csinálja, hol azt csinálja, mindig ő a központ, azok egy-két év alatt el szoktak múlni azok a zenekarok, mert a többi embernek nincs motivációja. Na, én hagyom motiválni az embereimet. Ezért kérem szépen Berki Tamás most a színpadra, és Ellingtonéknak egy örök érvényű számát, a Take the A-Train, Szállj fel az A-jelzésű vonatra című nótát fogják előadni a trióval. Berki Tamás! To go to Sugar Hill, way up in Harlem.
If you miss the A train, you find me the quickest way to Harlem. Hurry, get on now, it's coming. Listen to those trains, they're humming. Yeah, our boy, get on the A train. Soon you will be on sugar hill. Harlem don't seem to live. I got a sugar hill up in Harlem. If you miss the A train,
find you is the quickest way to Harlem. Hurry, get on now, it's coming. Listen to those rings, they're humming, yeah. Aboard, get on the A train. Soon, you will be on sugar healing. Ba-doom, song, dun, 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 dun. Berki Tamás énekelte Ellingtonék nagy slágerét, a Take the A-Train-t. Amikor ez a szám megszületett 1941-et írunk, a Big Bandnek az igazán nagy korát már, amikor a Dixieland bandáknak azért egy kicsit rosszabbul ment a sorsa, de érdekes, hogy ez a műfaj mindig egy revivallel meg tudott újulni. 44-45 fele a Dixieland megint felvirágzott, és egész Európában 30 éven keresztül az egyik legnépszerűbb műfaját tudott változni. Ebben a hollandok, németek, de főleg az angolok voltak elől, Chris Barber, Kenny Ball, Acker Blick és a többiek, akiket hallhatatok velünk is itt Magyarországon játszani, és akik kiváló számokat csináltak. De ha visszamegyünk a történelemben, és megnézzük, hogy saját szerzeményekkel mikor tudtak világslágereket csinálni az emberek, Louis Armstrongnak ez már a 26-os években sikerült, a Wild Man Blues-a, vagy Vadember Blues-zal. Egy nagyon érdekes számról van szó, és teljesen tükrözi az, én mondom öregnek, hát akkor fiatal gyerek volt, Armstrongnak a lelki világát, és egy teljesen más világba kalauzol bennünket, mint amit Ellingtonék játszottak. Tehát következik a Wild Man Blues. We'll be right back.
Azt valószínű hallottátok, hogy Louis Armstrong egy 45 éves kora után már a személyzetbe hordott mindig egy kenőcsös embert. Ez a kenőcsös ember a száját nyugtató, valami mentolos, nem tudom milyen kenőcs lehetett, nagyon sokat szenvedett a magas hangok miatt. És hát akkor ugye kenegette az ajkait, míg nem később egész komoly problémái is lettek a magas fújással. Tehát amikor előveszünk egy Armstrong nótát, mindig arra gondolok, hogy még van 5 évem, és kell egy kenőcsös ember szerezni a trombitásnak, ugye, hogy jöjjön velünk, és hadd kenegesse magát. Illetve ugye a zenekarunkban nem csak zongor, hanem banjo is van, tehát lehet pihenni is, mert bármennyire is ugye nem ez a fő szempont, hanem az, hogy változatos legyen a műsor, de ilyenkor látjátok, rögtön elhúznak, mint a vadlibák, ugye a két fúvós, hogy pihenjenek valahol. Most hadd következzék akkor egy banjo szóló, amelyik más világba visz bennünket, Chicago világába, a fehérek világába, hiszen a banjo muzsika nagyon hamar átalakult fehér zenévé, annak ellenére, hogy Afrikából származik a hangszer, és annak ellenére, hogy 1910 környékén minden zenekarban fekete banjos volt. Hát következzék akkor egy mozgalmas kis nóta, a korábbi banjosunk, akit jól ismertek, Nagy Jenőnek saját szerzeményét fogja most játszani, a rágógumi chewing gum. Oké. Okay.
Gáspár Pál játszotta Nagy Jenőnek a szerzeményét. Érdekes, hogy úgy nagyjából sikerült megtartani a hagyományt. Ugye az én korosztályom tudja, hogy mindenki villamosmérnök volt, egy Bagyari Béla volt, aki gépészmérnök volt a bandában, és hát hosszú-hosszú évekig hát tartott ez a fajta állapot, és olyan jól megértettük egymást, aztán ugye távoztak egy páran, de érdekes módon sikerült műszakkal kapótolni a dolgot. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert a mai világban olyan rendkívüli szólistákra van szükség, mint ahogy milyen Pali is, aki Európa legjobbja szerintem, hogy Amerikát nem is mondtam, mert fene tudja, mi van ottan. De majd megtanítjuk őket is banjozni. Hogy gyakorlatilag ugye 4 fiatal van már a bandában, én beszélek arról, hogy 55 éves a zenekar, ugye? Hát magamat belért, hogy a 72-et taposom, ez még úgy érthető, de ezeknek a srácoknak ez az 55 év, ez ilyen furcsán hangzik. De mindegy. Az a lényeg, hogy hozzánk öregedtek, és szépen együtt megyünk előre, úgyhogy nagy baj nincs ezzel. Berki Tomi is régi harcos. Hát el kell mondani, ő nem villamosmérnök. Ő tanult zenész. Arra szoktam mondani, hogy gépész zenész, épész nélkül, emlékeztek, ugye? De hát mindegy, ez ő most nem hallotta. Van egy olyan zeneszerző a világban, aki Pólankának hívják, akinek nagyon sok szerzeményével más boldogult. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a My Way például, akkor mindannyi azt mondjuk, Frank Sinatra, Las Vegas, ugye? Tehát ez ott lehetett hallani, ő csinálta, elmélkedett jobbra-balra, és úgy is viselkedett, bármikor ez szóba került, ő Pólanka nevét ki sejtette. Hanem ugye hát a My Way az én vagyok. Hát, hát most meg Tamás a My Way, de Pólanka szerzeményéről van szó. És következik ez a nóta egy kicsit más felfogásban. Food. I traveled each and every highway and home, much more than this, I do it my way. Yes, I've had a few, but then again, too few to mention, I did what I had to do, so it's through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway and more, much more than this, I do it my way. Yeah, there were times, I'm sure you do, when I beat up more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced the door and I stood tall, I did it my way. The final curtain, my friend, I stay clear, I state my case, of which I'm certain. I leave a loud as food, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Yet there were times, I'm sure you knew, when I beat off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall, I did it my way. My way.
Köszönjük szépen! Melki Tamás! Berki Tamás énekelte Pollanka szerzeményét, a Máj Véjt. Érdekes, hogy bizonyos számok végigkísérik az ember életét. Amikor kezdtem muzsikálni, akkor jött be Európába egy nóta. Chris Barberék játszották, Monty Sunshine volt a klarinétosa, és olyan sláger lett, hogy éjjel-nappal azt lehetett hallani. Édesanyámnak nagyon megtetszett, és mondja, fiacskám, hát nekem ezt a számot azért csináld meg. Megcsináltam, édesanyám elhunyt azóta, gyakorlatilag nem is játszottam a számot. Míg nem az elmúlt egy-két évben, főleg a nagy fesztiválokon kérték tőlem, hogy csináljam meg. És hát úgy eljátszani egy számot, mint hogy valahogy egyezetbe megcsinált ezt egy elődöm, az valahogy nem nagyon illik. Tehát az csak rosszabbul lehet megcsinálni. Tehát bárkit lemásol az ember, abból olyan nagyon jó nem születik. És ezért pont annak idején én Erdélybe jártam egy tárogatós csapattal. Én voltam a klarinétos, és mögöttem egy 12 tárogatós körből kísért. Egy székely dájai templom megmentéséért muzsikálgattunk végig Erdélybe. És annyira megtetszett a tárogató muzsika, hogy próbáltam a klarinét játékomat egy kicsit arra hajazni, hogy mi mondjuk. Tehát, hogy a mély hangjaim szóljanak melegebben. És érdekes módon meg lehetett csinálni egy nagyon erős náddal, azóta is azzal fújok, ami egy nagy fizikai igénybevétel, tehát a klarinétosok egy másfeles keménységű náddal szoktak fújni. Én 4,5-essel fújok, amit külön hozatok be, mert a többiek nem is játszanak ilyennel. De ennek az eredménye lett az, hogy a mély hangjaim azok különlegesen szólnak, és ennek az eredménye lett az, hogy amikor megcsináltam a számot, az egész világon hirtelen népszerű lett. Nem is elsősorban Magyarországon, és aki a YouTube-on hallgat bennünket, az tudja, hogy ez a nóta a világon a legtöbb szavazatot kapta eddig. A Petit Fleurről van szó. És nem titkolom, hogy a parlamentben ezt a számot választottam, ott egy rövid kis megjelenést kértek tőlem, az ottani kollégáknak játsszak el valamit. Majd valami olyasmiről fogok beszélni, hogy az emberi léleknek van egy-két olyan gyógyszere és orvossága, amire ma Magyarországon nagyon nagy szükség lenne. Az unokák szeretetére, és így tovább sorolhatnám sok minden, és a zenére. A zenére, a kultúrának arra a részére, amelyik adott esetben fel tud húzni, mert az ember elmegy rock'n'rollozni, meg mit tudom én, old boys-szal egy hajóra, akkor teljesen más csinál, vagy elmegy egy Mozart koncertre Bécsbe, vagy a Meisterzinger halléba Németországba, egy Wagnerre, és rögtön megnyugszik. Nem tudom, hallottátok-e, nekem volt most egy átmérték kis betegségem, és az orvos azt mondja, fiacskám, te dilis vagy, az a bajod. Én életemben nem kiabáltam, hát látjátok, hogy viselkedünk egymással, belül akar minden szétrobbanni. És a Petit Fleur egy nagyon jó orvosság. Tehát mindannyiótoknak, kedves mindannyiótoknak ajánlom ezt a számot. Ha egy kicsit már dilisek kezdtek lenni, akkor föl kell tenni, YouTube-on meg kell hallgatni, és garantáltan az ember egy kicsit a feszültségéből lead, és nem lesz se gyomorvérzése, semmiféle baja. Most arról nem beszélve, ugye, hogy nem fog kiirtani egy társadalmat maga körül az idegbajával. Mert annál rosszabb, mint hogy egy munkahelyen valaki idegbajos nincsen. Hát kérem, fogadjátok szeretettel a köz a Petit Fleurt.
Indiana. Köszönjük. Állandóan hivatkozom Louis Armstrongra, és nagyon-nagyon sokat tanultunk tőle, attól függetlenül, hogy mi vele soha nem játszhattunk. A zenekarnak nagyon nagy szerencséje van, legalább 75 olyan világsztárral dolgoztunk együtt. Ha kinyitottok egy jazzlexikont, akkor ezek a legmenőbb emberek benne. Sajnos gyakorlatilag mindenki eltávozott. Armstrongot ugye hallottuk itt a Névstadionban, örökké bújtok a lemezeit, de személyesen nem tudtunk vele beszélni. És jött a szerencse, egy Joe Murányi nevezetű magyar ember, aki nem volt magyar, szülei a század legelején mentek ki Amerikába, tehát ő egy amerikai születésű, igazából magyarul sem túlzottan tudott. Egy biztos, hogy Joe Murányi volt Louis Armstrong zenekarának utolsó periódusának a klarinétosa. És nagyon sok történetet mesél el, ha fölmentek a YouTube-ra, ezeket a történeteket is meg lehet hallgatni. Például ő mesélte, hogy 4 éven keresztül Armstrongék szignálja az a nóta volt, amit most el fogunk játszani. Minden egyes koncertet ezzel a számmal kezdtek. És kérdezték az öreget, ő meséli, nem én találom ki, ő meséli, hogy kérdezték, hogy hát most már mindig ugyanazzal kezdünk, mi a Sweet George Brown-nal, ugye nekünk is volt egy ilyen számunk, és azt mondta, nem gyerekek, ez az a nóta, amiből mindig minden kiindult. Az Indiánából indult ki sok minden, mondta az öreg. Biztos igaza volt, mi ezt nem tudhatjuk. Jó húzós tempóról van szó, úgyhogy mindjárt be is számolom, hogy eltévesszük a tempóját, és következik akkor, gyere vissza Indiánába. Egy, két, három.
Kányér. Jaj, Neil. Egy szép lassú szám hat következik. Nevezetesen a feketéknek van egy-két olyan spirituália, amelyik nagyon-nagyon szépen tud szólni. Louis Armstrong is csinált jellemezt, nagyon sokan éneklik ezeket a mai napig is. Ezeknek egyik gyöngyszeme a Nobody Knows. Kérem szépen Berki Tomit, akkor nézzük meg. Nobody Knows. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Oh, nobody knows but Jesus. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Glory. Hallelujah. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Oh, nobody knows but Jesus. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Sometimes I'm down, oh yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground, oh yes, Lord. Although you see me going long so, oh yes, Lord. I have my trials here below, oh yes, Lord. Trouble I've seen. Oh, nobody knows but Jesus. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Berki Tomi énekelte a spirituálét. Hát lassan műsorunk végéhez érkezünk, és nem tagadom, amikor e-mailen elterjedt, hogy lesz ez a rendezvény, egy páran kértétek, hogy milyen számokat játszunk. És előre elnézést kérek, ezeknek a számoknak nagy részét nem játszottuk el, mert próbáltunk egy kis jazzszövetet és sorozatot itt behozni a dologba, és különben is olyan bő a választék, hogy statisztikailag ezek mind eliminálódtak, ugye, mert azt mondjuk, hogy mennyi számunk van, ahhoz képest kértek három ember, akkor az még nem mennyiség.
De a következő számon egy kimagasló kis pupocska volt, ez pedig az I'm Just a Gigolo, amit most akkor eljátszunk nektek búcsúzóul, abban a reményben, hogy a Műszaki Értelmiség napjának eseményei cson nélkül, szép tömeggel, ugye az akadémián, parlamentben, mindenhol lezajlanak, és abban a reményben, hogy ez a hagyomány jövőre is élni fog, szépen megyünk tovább, és egyre jobban megpróbáljuk a fiatalokat becsempészni ide. Sokféle módszer létkezik. Én nem elsősorban láncokra gondolok, de valamiféleképpen ide kéne teremteni őket, hogy azért legyenek velünk, együtt ünnepeljünk mindig, hiszen a műszaki értelmiség nem 60-80 évesekből áll, hanem vannak itt fiatalabbak is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagytok. I'm just a gigolo. People and the phantom playing, the faithful evidence of each romance. Every night I'm a brief swing. Lovely, every come a day, you pass away. What would they say about me when the end comes? I know that you're just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, people and the phantom playing. The faithful evidence of each romance, all of the same. Now there will come a day, you pass away. What would they say about me when the end comes? I know that you're just a gigolo. Life goes on without the end. Trumpet man. Away. What would they say about me when the end comes? I know that's just a gigolo. Life goes on without me. Samba, yes. Zongoránál Halmos Vilmos, Pozánozik Nagy Iván, Bőgözik Csikós Miklós, trombitál Szalóki Béla, a doboknál Kovacsevics Gábor, Benjózik Gáspár Pál, és sztárvendégünk volt Berki Tamás.
Kedves barátom! Őszintén azt hittem, hogy teljesen ki fogtok múlni ebbe a zajba. Tehát az én fülem már nem működik, az már lezárt. A kontrollokba is jönnek a hangok mindenhonnan. De hogy ti kibírtátok, hát külön gratulálok, mert nem egyszerű a játék. De ha egyszer nagyon gazdagok lesztek, akkor az akusztikus gyerekekkel megbeszéljük, hogy ide meg oda valami kis ilyen színházi mély drapériát föllogattok, gyönyörű lesz a hang. De hát ez majd akkor, ha lesz lóvé. Kedves barátaim, tökéletes volt így is. Ha fölrakjuk még azt, szerintem már az felülmúlhatatlan. Nagyon szépen köszönjük. Engedjétek meg, hogy egy nagyon kis szerény ajándékkal kedveskedjünk. Alkoholistáknak jól jön, nem alkoholistáknak tanácsom, hogy cseréljétek el valamit. Ez persze a nem alkoholista rész. Nagyon szépen köszönöm. A dologhoz annyi tartozik, hogy ugye a Nemzeti Összetartozás napja van, emiatt a bor, amit ajándéként átadunk, sehonnan máshonnan nem származhat, mint a Kárpát-medencéből, de hogy nézne az ki, hogyha Magyarországról. Így mondom, az egyetem borával kedveskedünk, ami Szabadkáról származik. A fehér bor, a Chardonnay, ami más, 2 évvel ezelőtt lett az egyetem bora, és a testvér bora, a Merlot. Úgyhogy köszönjük még egyszer. Bizonyára észrevették, tegnap szólt Sándor, hogy a rektor úrékra való tekintettel szolidaritásban növesszünk elől itt szakát. És... Másrészt itt vannak a fiatalok, a piát osztják, úgyhogy azért alakul a dolog. Hát egy ráadást azért hadd játszunk el, ha már... Na, oké. Egy programon kívül következő javaslatom lenne. A Sanyi a bemutatkozásnál említette, hogy a Berki nem mérnök. Az a javaslatom, hogy most, akik itt vagyunk, páron mérnökök, nevezzük őt ki tiszteletbeli mérnökké. Ne legyen probléma vele. Ez nagyon helyes. Mit a Tamár követ? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy majdnem mérnök lettem. Az érettség után egy évig dolgoztam a laborban, a gépelem tanszéken. A szuterénben volt, és az én beosztásom ott, még nem tudtam eldönteni, hogy milyen irányba induljak, és az én beosztásom az, hát ma úgy mondanák segédmunkás, de akkor nagyon elegáns volt, mert laboráns 4 volt, és le kellett törölni a gépekről az olajat, és szóval egy felelősségteljes beosztás volt. Majd felvételiztem a Műszaki Egyetemre, és 2 évig jártam építészmérnökig arra, és akkor elcsavarta a fejemet ez az őrült zene is. Hát így van, a félig-félig emberek. De hát van köztünk építész, mert a Csíkos Miklós az végzett építész, és éppen az elmúlt években évente mennyit? 3500 lakást építettetek. Tehát mindenki nyüzsög valahol, de ezt én titkolni szoktam. Tehát az az igazság, hogy amikor valahol bennünket fogadnak, úgy terjed a hír, hogy ezek nem teljesen normálisak, mert ezt csinálják, meg azt csinálják. Igen. Iván CNC vezérlésű gépekkel foglalkozott. Én vagyok az egyetlen kapukkal. Ő meg őrnagy úr, úgyhogy vigyázni kell veled. A buszban jó, hogy ott ül, mert amikor jönnek a bolondos rendőrök, akkor előveszi az igazolványt, és azok elmenekülnek. Úgyhogy mindenki valamire jó, gyerekek. Azt kell mondanom. És egy kicsit ő neki szégyenie kell magát, de hát ő zenész. Akkor it's a long way to Tipperary. A Goodbye Piccadillyvel búcsúzunk, mert azt mondják, aki ott jár, ott a szökőkútnál fröcskölődik meg minden,
pontosan a világ közepén van. Ezt az angolok híreszelik, de hát jó duma, ugye? Úgyhogy mindenki menjen a Piccadilly, és oda-vissza fog vágyni. Erről szól a mi gondolatunk. Mi ide vágyunk mindig vissza Magyarországra, de hát remélem nem leszünk hibbantak előbb-utóbb. Úgyhogy következzék akkor a Goodbye Piccadilly. Köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket, és további kellemes délutánt kívánunk. Oké! Okay. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart right there. So Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart right there.
Még egyszer nagyon szépen köszönjük, jó munkát, jó szórakozást kívánunk a Műszaki Értelmiség napján. Szevaszok, viszontlátásra! Hello!